hétről hétre nőnek, és több és több feladat lesz. Forgatagot szervezni, tehát egyértelműen nem könnyű feladat, értelemszerűen nem panaszkodni szeretnénk, mert nagyon-nagyon szeretjük, de hogy például nagyon sok időt vesz igénybe, itt van Évike velem, aki mondjuk egy kicsit most a szervezésről fog beszélni. Igen, a legelső alkalom, amikor szerveztük a forgatagot, akkor találkoztam egy olyan mondattal, hogy rendezvényt szervezni azt egy nap alatt is meg lehet. Mi nem gondoltuk azt, hogy egy nap alatt meg lehet szervezni egy rendezvényt, azt se gondoltuk, hogy a forgatag szervezés az forgatagtól forgatagig tart, ugye, mert előmunkálatok, utómunkálatok, persze ilyenkor már 4-5 hónappal rendezvény előtt még jobban felpörögnek a dolgok, és most tartunk 5 héttel a forgatag előtt. Kiküldtünk már 495 meghívót, megszemélyesített meghívót, de még korán sem vagyunk a végén, még az elkövetkezendő hetekben fogunk a meghívókat kiküldeni. A levelezéseink már 5000-nél tartanak, néha-néha ki kell ürítsük a postaládát, mert már nem tudunk leveleket fogadni, és akkor nem is beszélek a telefonon eltöltött órákról, meg a Marosvásárhely és Budapest között megtett kilométerekről. Hány kilométerek vagyunk most? Hát ott körülbelül is tartunk, körülbelül 10.000 kilométernél. És akkor ezen kívül meg ugye a kollégák munkájának a megkönnyítése érdekében idén egy alkalmazást használunk, egy applikációt töltött fel mindenki a telefonjára. Ezen követhető, hogy kinek milyen feladatai vannak. Hétről hétre nőnek, és több feladat lesz. Egyik héten elvégzünk 35-40 feladatot, a következő héten már 70 van. Még a feladatoknál, amit már kipipáltunk, azok a pályázatok. Idén 14 pályázatot írtunk meg, amelyből 14 pályázatunk nyert. Többek között a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Bethlen Gábor Alaphoz, a Communitas Alapítványhoz, a Maros Megyei Tanácshoz és a Marosvásárhelyi Önkormányzathoz is nőzöttünk be pályázatokat. De persze, természetesen ez csak néhány az közül, ami igazán mérvadó, meg ami számít és ami nagy segítségünkre van. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk ezen lista kapcsán. Itt szoktuk kipipálni ugye azokat a feladatokat is, amikor megkeressük a különböző szponzorokat, támogatókat, mert hogy ez is egy hangsúlyos pont. Ők is kellenek nagyon ahhoz, hogy a vásárhelyi forgatag olyan legyen, hogy ti is szeressétek, meg mi is szeressük közösen. Egyébként a szponzorok kapcsán lesznek majd a mi Színfalak című újságunkban is bejegyzések, cikkek, írások. Ennek kapcsán fogunk most egy picit MSC-vel beszélgetni.